Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének a nevében tisztelettel üdvözöljem Önöket. Én Bába Iván vagyok, az intézet főigazgató helyettese, és megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm dr. Csányi Vilmos professzor urat. A megjelentek szép száma, illetve a helyiség mérete és az érdeklődők száma aránya mutatja, hogy Csányi Vilmost sokan ismerjük. Remek tudományos könyvek szerzője, remek ismeretterjesztő könyvek szerzője, és minden valamire való kutyásnak tudnia kell, hogy kicsoda Csányi Vilmos. Gondolom, nem vagyok egyedül azzal a tételemmel, hogy osztom azt a véleményét, hogy a kutyák szőrös gyerekek. Ugye gondolom, sokan olvasták ezt a remek könyvecskét, és remek kutyatulajdonosok. Én magam is az vagyok, és el kell mondjam, hogy sok-sok más kutyatulajdonossal együtt sokszor megbeszéljük azt, hogy milyen sokat segít Csányi Vilmos a kutyatartásban. Én mostan a tréfát egy kicsit félretéve, de aztán majd remélem, hogy visszatérünk rá a beszélgetés során. Átadom a szót Csányi professzor úrnak, aki tartani fog egy ilyen 45-50 perces bevezető előadást, és utána pedig beszélgethetünk, gondolom mindenről, ugye? Egyet kérnék, hogy a valaki netán kikapcsolta a telefonját, amikor majd végeztünk, el ne felejtse visszakapcsolni. Köszönöm szépen. A rádiót pedig le kéne kapcsoltatni. Jó? Professzor úr, akkor... Köszönöm szépen. Hát én az embertartásról fogok beszélni inkább, kivételesen. Igen. Tulajdonképpen olyan dolgokról fogok mesélni, amit a részleteivel mindenki tisztában van, de valamilyen más módon fogom összerakni, mint az szokványos lenne. Tavaly ősszel jelent meg egy könyvem, a tanítványommal írtuk együtt Tóth Balázzsal, a hiedelmekről szól, és az a koncepciót fejtjük ki benne, hogy a hiedelmek az emberi gondolkodás alapjait képezik. Erről fogok röviden beszélni. Ugye mindig kérdezik, hogy hogy van ez az állatoknál, ugye újságíró kedvenc kérdése, hogy hogyan ünnepelnek az állatok, hogyan temetnek, stb. De hát ez csak a kiindulás. Amikor gondolatok átadásáról beszélünk, akkor az állat az egy különös kategória. Az állat gondolkodik. 2012-ben volt Cambridge-ben egy konferencia, ahol vége pontot tettek a behaviorista pszichológia azon tételére, hogy az állat az egy reflex masina, amin kívülről valamilyen inger megnyom egy gombot, és akkor reagál. Nem, az állatok ugyanúgy gondolkodnak, mint az ember, csak egyszerűbbek a gondolataik, és nem beszélnek nyelvet, ez a lényege a dolognak. Ezt mindenki, még a Steve Hawking is aláírta annak idején, 2012-ben. Amikor a gondolatok világáról beszélünk, akkor azt állíthatjuk, hogy az állati elme, mert van ilyen, az állati elme gondolkodik, de egész életében az elméje börtönében van, ha szabad ilyen költői ilyen ezt kifejezni, mert képtelen a gondolatok átadására. Az, amit állati kommunikáció néven ismerünk, az egy elég szerencsétlen elnevezés, az arról szól, hogy mondjuk a gerinces állatok legtöbbje 10-12 jellel tudja a belső állapotát kifejezni. Ez nem gondolatátadás, ez egy érzelmi jelzés agresszióról, félelemről, élelemről, veszélyről, ehhez hasonlókról, de nem gondolatok átadása. Természetesen az állatot is befolyásolja a tanulás. Minden fajnak más a genetikai konstrukciója, a genetikai örökség.
ehhez adódik tapasztalat, tanulás, és a gondolatok ennek megfelelően alakulnak. A viselkedést tulajdonképpen egy-egy gondolat megnyilvánulásának tekintjük. Tehát az, hogy egy ragadozó meglátja a prédát, és elhatározza, hogy most ezen a, vagy azon az úton lehet a legjobban megközelíteni, elkapni, ez egy gondolat, amit a viselkedés során aztán igyekszik megvalósítani. A ember kapcsolata ugye az teljesen más a külső világgal. Ebben különbözünk alapvetően az állatoktól, hogy az ember képes a gondolatainak a közlésére a nyelv segítségével. És majd itt most arról fogok mesélni, hogy ez a gondolat közlésre alkalmas nyelv, ez milyen módon közvetíti a gondolatokat, és az a tudás, amely minket megkülönböztet az állatoktól, az hogyan jelenik meg az ember világában. Egész röviden, mert csak így lehet aztán a későbbéket megírni, ugye megérteni, az embernek van egy vele született rendszer szervező képessége, ezt ha valakit érdekel, tudom mindenféle példával bizonyítani, velünk születik, ha legalább kettő ember van, akkor ez működni kezd és megjelenik, és a rendszer szervező képességnek az eredménye, hogy szeretünk közös akciókat végezni, szeretünk közös szociális konstrukciókat, tehát közös elhatározásokat arról, hogy mit, hogyan csináljunk. Vannak közös hiedelmeink, és erről fogok részletesen beszélni. És ha ez a három dolog működik egy közösségben, egy embercsoportban, tehát közös akció, közös szociális konstrukció, közös hiedelem, akkor megjelenik a hűség. Hűségnek az a tudományos definíciója, hogy aki hűséges a közösségéhez, az hajlandó a saját érdekeit a közösség érdekei mögé sorolni. Ez nagyon lényeges, tehát az, hogy a buszon van egy csoport, az nem közösség. Az, hogy a gyárban van egy csoport, az nem közösség. Közösség akkor van, ha a hűség megjelenik. Maguk is csak akkor egy igazi közösség, hogyha ki tudják, be tudják bizonyítani, hogy hűségesek ehhez a csoporthoz, amit kétlek. A példái, tehát párkapcsolat, barátság, család, megint vegyük egyszerű párkapcsolatot. Nyilvánvaló, hogy akkor működik, ha vannak közös akciók. E-mailben nem lehet párkapcsolatot fenntartani, gondolom, ezt nem kell bizonygatnom. Ha vannak közös konstrukciók, vagyis nem az egyik fél határozza el, hogy mi történjen és hogyan szervezik az életüket, hanem ez egy közös konstrukció. Ha a hiedelmek nagy része közös, ha nem állandó vita van azon, hogy hol mi hiszünk és mit tagadunk, és hogyan kell csinálni, hogyan kell másképp csinálni. És természetesen, ha ez a három dolog a párkapcsolatban működik, megjelenik a hűség, ugye azt nagyon jól lehet értelmezni, és akkor ez egy minimális kis valódi közösség. Ha egy iskola, munkahely, párt, klub, stb. Csoportnál ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, azt, hogy ez egy közösség, vagy csak egy alkalmi csoportosulás, lehet az alkalom sokszoros, de a hűség dönti el, hogy ez egy valódi közösség, vagy nem. Amikor az emberből csak néhány százezer vagy egy-két millió szaladgált a Földön, akkor a tipikus emberi szerveződés az a közösség volt. A közösségen kívül elpusztult az ember, mert nem tudta magát fenntartani. Amikor ilyen sokan lettünk néhány ezer év alatt, akkor megjelentek a szervezetek. És ezek okozzák a
legtöbb problémát, mert a szervezetek nagyon szeretnének közösségek lenni, vagy legalább arra hasonlítani. De ugye a hűség az egyik probléma. A másik probléma az, hogy a közösségnek nincs egyéb célja, mint hogy saját magát fenntartsa, legyen. Nem alkot valamit, nem szolgál valamit, nem állít elő valamit, nem végez semmilyen olyan hasznos dolgot kívülre. Csak az a fontos a közösség számára, hogy megmaradjon. De a közösségben a hülyéknek is helye van. A közösségben a gyengébbeknek, sérülteknek is helye van. Az ember az egyetlen, aki a sérülteket, gyengébbeket, öregeket olyan módon kezeli, hogy megtartja a közösségen belül, és nem hagyja az árok szélén. Ez a hűség következménye. Ez egy óriási különbség. A szervezetnek mindig valamilyen funkciója van. Valamit előállít, őrizés, véd, oktat, adminisztrál, gyárat, munkahelyet működtet. De a szervezetben ugye fizetnek. És ahol fizetnek, ott nincs közösség, mert ahol fizetnek, ott teljesítményt várnak, és ha teljesítmény nem jön, akkor kirúgják az embert. Tehát ne beszéljünk közösségről egy olyan helyen, ahol feladat van, ahol muszáj teljesíteni, mert különben a funkcióval ellenkezünk, és akkor az adott szervezet működését akadályozzuk, természetesen szívesen megválnak tőlünk. Tehát ne keverjük ezt a két dolgot. Az igaz, hogy a modern szervezetek, gyárak, vállalatok természetesen felismerték, hogy az emberek nagyon szeretnének közösség része lenni, mert ugye ez a velünk született rendszer szervező képesség erről szól, és igyekeznek imitálni azt, hogy ők egy közösség. Legyünk egy nagy közösség, és mindenki annyit dolgozzon, amennyit csak tud, de lehetőleg egy kicsivel többet, és akkor azt milyen jó lesz a közösségnek. Ez nem igaz. Ez nem baj egyébként, mert a közösség az jó dolog. Ha a dolgozók ettől jobban nézik magukat, akkor lehet ilyen áll közösségi jelleget adni egy szervezetnek. Ez nem olyan tragédia. Na, most jövünk a lényeghez, amivel én ma foglalkozni szeretnék. És ez ugye a közösséghez tartozik, amit előbb mondtam, hogy a hiedelmekről szeretnék beszélni. Amikor a most ősi közösségről beszélek, aztán majd ugrunk nagyot, amikor a valósággal, ami a valóság ugye a bioszférán belül valamilyen ökológiai hely, ahol az ősi közösség tagjai éltek, ha a valósággal fizikailag találkoztak, tehát ott egy gomba, ott egy gyümölcs, ott egy állat, ott egy növény. Ez az állati szférában csak annyit jelent, hogy az adott genetikai sajátságok, meg a tanulás valamilyen reakciót vált ki, vagy esetleg azt, hogy ez az állat engem nem érdekel. Az embernél gondolkodunk róla. Gondolkodunk arról, hogy ezzel mit lehet csinálni. Meg lehet fogni, meg lehet nyúzni, meg lehet enni, meg lehet szelidíteni, stb. És ezt a dolgot megbeszéljük a közösségen belül is, és megtárgyaljuk, hogy igen, ez a fajta állat erre vagy arra alkalmas, és esetleg közösen csinálunk valamit. Ennek az eleme, ennek a gondolat átadásnak és beszélgetésnek a közösségben az, hogy van egy gondolatunk a valóságról, azt közöljük a közösségünk tagjaival, és hogyha ezek ezt megértik és továbbadják, forgatják, akkor keletkezik a hiedelem. Ami azt jelenti, hogy én elmeséltem, hogy ott van egy nagyon szép sárga gyümölcs, és pont most érik, és nagyon finom, és a közösségem tagjai még nem látták, nem kóstolták,
de elhiszik nekem, hogy az a gyümölcs ott ehető, jó ízű, stb. Tehát az ő tudásuk az egy hiedelem. Azon alapszik, hogy én egyszer láttam, tapasztaltam és átadtam a gondolataimat neki. Ez az átadás, ez egy nagyon fontos dolog. Ekkor keletkezik a hiedelem, amikor beszélünk a saját gondolatainkról. Lehet, hogy amit gondolunk, az nem jó, az téves. Akkor nagyon hamar kiderül, hogy ez látott egy gombát, amiről tudjuk, hogy mérgező, de azt állítja, hogy ő evett belőle, még ugyan semmi baja, de majd nézzétek meg holnap reggel. És az a gondolat, amit én adtam azzal, hogy ez egy ehető dolog, az eltűnik, mert a közösség hiedelme nem fogadja be. A közösség azokat a gondolatokat fogadja be, azokból lesz hiedelem, amelyek illeszkednek a már meglévő hiedelmeknek a rendszerébe. Ez egy meglehetősen bonyolult dolog. Nagyon rezisztens egy ilyen rendszer a külső beillesztésekre. Tehát az, hogy az emberiség olyan lassan fejlődött, aztán nagyon megugrott az utóbbi néhány száz évben. Ennek nagyon pontos magyarázata van a hiedelmek alapján. A hiedelmek rendszere, különösen ha a közösségek egymástól relatíve független életet élnek, az egy, a hiedelemrendszer kicsi, de nagyon szigorúan szervezett, és nagyon nem alkalmas arra, hogy oda idegen gondolatok bekerüljenek, mert a többi gondolat ezt nem fogadja be. Ennek van egy belső szerveződése, ami alkalmatlanná teszi azt, hogy valami idegen dolgot tegyünk. Ha nem így lenne, ha mindenki, amit gondol, azt rögtön mindenki elfogadná, hát ezt mindenki végiggondolhatja, az a közösségek az nagyon korai pusztulásával járna. Tehát, hogyha minden gondolatot továbbadnánk, mindent elhinnénk, akkor vége lenne a világnak abban a kis közösségben, mert hát a világ azért sokkal bonyolultabb. Vagyis a hiedelmek rendszere az egy tudás. Olyan tudás, ami bizonyos időkben, esetleg 3-4-5 generációval ezelőtt keletkezett tapasztalaton alapszik ugyan, de hát a hiedelmek formájában őrizzük meg. És természetesen a gondolat átadás, akkor, amikor a hiedelem formálódik a közösségen belül, sokféle dolog csapódhat hozzá. Sokféle olyan dologban hiszünk, amit ha nagyon alaposan utána nézünk, nem pontosan úgy van. Vagy nem azért van úgy, mert azt gondoljuk. A disznóhús evés az nem feltétlenül azért rossz, mert az Úr megparancsolta, hogy az ő egyik teremtményét ne együk meg, hanem azért, mert az ő másik teremtményétől trihinellózist lehet kapni. Ugye, csak ez egyszerűbb azt mondani, hogy nem, mint modern parazitológiai módszerekkel kimutatni, hogy pontosan miről van szó. Tehát a hiedelem az nagyon fontos, akkor is, ha csak olyan sejtés, ha csak egy pici támpontot ad a világon belüli tájékozódásra. Ezt nagyon fontos végig gondolni, hogy a hiedelem az a tapasztalatból keletkezik, de sok aktoron megy keresztül, amíg hiedelem lesz, és az aktorok többsége nem rendelkezik ezzel a tapasztalattal. De a hiedelmet változtatja. Ugye gyerekkorunkban volt egy olyan játék, hogy 10 sorba álltak, és az egyik elsőnek súgtunk valamit, és akkor mindenki továbbadt, és az utolsó megmondta, hogy mi volt. És akkor mindig nagy móka kacagás, mert valami baromság volt a végén. Ugye ez a hiedelem terjedése. A kontroll az természetesen megvan, mert a rossz hiedelem, a veszélyes hiedelem, a közösséget tönkretevő hiedelem, az kiszelektálódik. Az, ami nem ártalmas, csak hamis, az nem. Tehát hiszünk angyalokba, törpékbe, univerzumba, mindenféle olyan gyógyszerben, aminek csak víz van, ezek nem ártalmasak, és ezért velünk lehetnek sok generáción keresztül.
Hogyan keletkezett ez a rendszer? Tehát ugye az ember azzal, hogy egy közösséget hozott létre, és kialakultak a hiedelmek, egy olyan tudás bázisra tett szert, amivel az állatok nem rendelkeznek. Ugye előbb beszéltem, egy állat áll szembe a világgal, van elméje, gondolkodik, de börtönben van, annyit tud a világról, amennyit a saját tapasztalata és a genetikai adottságai közvetítenek. A közösség ugye minimális formáiban 100-130 ember, gyerekeket is beleértve, ez sokkal többet tud a világról, mint amennyi tapasztalattal, közvetlen tapasztalattal rendelkezik. Tapasztalatok sok generáció óta gyűlnek, szelektálódnak, és egy olyan tudásbázist adnak, ami elképesztően nagyobb, finomabb, valósághűebb, mint amit egy állat, akármilyen hosszú életű is valaha is szertehet. Tehát ez egy óriási lépés volt, hogy az ember a hiedelmeket meg tudta valósítani. Röviden, mert nem lesz rá sok idő, ugye úgy képzeljük el a hiedelmek kialakulással, a nyelv keletkezésével természetesen szoros kapcsolatban van, sokféle nyelvkeletkezési teória van, amelyekre most nem akarok kitérni. Van, aki szerint 50 ezer éve keletkezett a nyelv, ez egy nagyon naív elképzelés, Chomsky teljesen mesterséges idea konstrukció, és hát a legtöbb kutató szerint egy ilyen másfél millió éves fejlődése van a nyelvnek, de a nyelv fejlődése és a gondolkozás az elválaszthatatlanok egymástól, és a hiedelmektől is. Tehát azt képzeljük, hogy ahogy egy állatnál egy viselkedés forma a gondolat, megfogni a antilopot és elkapni nyakánál fogva, egy oroszlán gondolat, az ember, amikor elkezdett közösségekbe szerveződni, jó másfél millió évvel ezelőtt, akkor elkezdte ezeket a gondolatokat tördelni. Tehát egyre kisebb egységek jutottak eszébe, amelyeket nem csak törten lehetett elvégezni, nem csak egy részét lehetett elvégezni, hanem össze lehetett rakni belőle egy új gondolatot. Ugye az, hogy szerezzünk egy döglött zebrát, rakjunk tüzet, süssük meg, együk meg, ez egy nagyon bonyolult viselkedés sor. Ugye nem genetikailag adott. Ebben a genetika csak annyi, hogy valamit enni kell, és fogjuk meg. A többi az tapasztalat, és a szülőktől és az előző nemzedékektől örökölt hiedelem. Minél kisebb részekre tudjuk bontani, annál több újat tudunk belőle létrehozni, és akkor már nem csak zebrát tudunk, hanem élő antilopot is fogni, házat tudunk építeni, mindenféle olyan dolgot tudunk csinálni ezekből az elemekből, amelyeket fel lehet építeni. Ennek a fejlődésnek a végső terméke ugye a szó, meg a betű. A szavakból minden nyelvnek van, minden ragozott és egyéb alakkal együtt egy olyan millió szava, ebből hihetetlen konstrukciókat lehet építeni. Tehát az embernek egy természetes adottsága a kreativitás, mert hiszen a viselkedési elemek kombinációjával, összerakásával, építésével teljesen új viselkedésformákat lehet létrehozni, létre lehet hozni mennyországot, poklot, automobilt, atombombát, mindent. Minden ezekből a hiedelmekből áll össze, és hát ez a kreativitás, ez megint egy velünk született tulajdonság.
Ezt minden gyereknél meg lehet figyelni, hogy amikor kezd beszélni, akkor milyen módon konstruálja maga körül a világot, és ezek a konstrukciók ugye természetesen a ősi közösségekben, meg egy családban állandó figyelem és ellenőrzés alatt vannak. Nem engedjük, hogy bármire gondoljon. A bumbus nincs az ágy alatt, a bumbus a pincében van, és hogyha rossz vagy, akkor majd oda leviszünk, de az ágy alatt biztos nincs. Tehát ugye szabályozzuk és gátoljuk, hogy erre ne gondoljon, arra ne gondoljon. Ez egy darabig ugye megy ilyen személyes alapon, aztán az iskolába kerül, ahol a jó iskola, aztán végleg elvágja. Csak arra szabad gondolni, amit a tanár mondott, és csak az igaz, csak az a hiedelemrendszer igaz, amit a tanár és az iskola képvisel. Minden más hiedelem az rossz. Hát aztán ilyenek lesznek belőlük. Na, csak két példát mondanék. Ugye USA-ban megkérdezték nem olyan régen, hogy mit hisznek a klímaváltozás kiváltó okaként. Az emberi tevékenység lehet a klímaváltozás oka, arra 50% szavazott, egy nem tudom, több százezres kérdőiben. A fiatalok 18-29 között 60%-ba gondolták, 65 év felettiek 31%-ban, és 35% azt gondolta, hogy az, hogy az emberi tevékenység okozza a klímaváltozást, az egy csalás. Az valakinek a rossz indulatú csalása. Mondok egy másik példát, az, hogy az ember az állatvilágból fejlődött ki. Izland 95% elhiszi. Egyesült Államok 45% hiszi el. Ezzel azt akarom bizonyítani, hogy most ebben a modern világban is a hiedelmek azok a valósággal, hogy is mondjam, laza kontaktusban állnak. Tehát bizonygathatjuk az iskolába, taníthatjuk az evolúciót, biológiát, minden, 45% nem hiszi el. Azért, mert az ő hiedelem rendszerében, amit a családjától, környezetétől kapott, ez a dolog nem fér bele. És ez egy nagyon lényeges elem, hogy valakinek a hiedelem konstrukciója, a hiedelem építménye, az rendkívül rezisztens a külső behatásra. Tehát ugye a politikának ez a legnagyobb problémája, hogy hogyan lehet a hiedelmeket gyorsan megváltoztatni valamilyen kampány során, egy-két hét alatt. Nem egy egyszerű dolog. Na, ez csak egy arról szóló kép, hogy mindenről hiedelmeink vannak, tehát saját magunkról, hogy mit hiszünk magunkról, kik vagyunk mi. Ugye az ember időnként válságos állapotba kerül, és akkor nem tudja, hogy ő miért van, és problémái vannak, depressziós lesz, szorong, kezelésre szorul. Máskor meg úgy gondolja, hogy ő a világ legtökéletesebb embere, és még a szarvasok is azért szaladgálnak, hogy ő lődözze őket. Tehát hihetetlenül szélsőségesen tudunk magunkról gondolkodni, és elhisszük, amit magunkról gondolkodunk, hogy aztán mások erről mit hisznek, az meg a mások dolga. A környezetről, azt, hogy mit gondolunk a természetről. Ugye még az én gyerekkoromban a nagy vadász volt a gyerekek példaképe, a Kittenberger Kálmán. Akkor kell lőni az orszarvúba, amikor bevág a suttogó ákácosba, és a kaliber az ízlés kérdése, hogy egy részt idézek. Ma ugye egy normális gyerek nem akar nagy vadász lenni, mert tanulja az iskolában, hogy van vadgazdálkodás, nem lehet a vadakat hagyni békén, mert túl sokan vagyunk már, és nem tudják egyedül megoldani a saját problémáikat, ezért be kell segíteni, írtani a
ragadozókat, a rókákat, a krokodilokat, itt-ott, kinek milyen problémája vannak. Tehát nélkülünk már ez nem megy, ezt lehet vadászatnak is nevezni, de az, hogy valaki azt gondolja, hogy ez valami nagy szórakozás, hogy megyünk és minden elénk kerülő állatot lepuffantunk, ez azért kiment a divatból. Tehát legalábbis az én általam tanított fiataloknál nem volt ez olyan nagy dolog. Ahogy valaki nem akar ma nagy hadvezér lenni. Az én gyerekkoromban még nagy hadvezérnek lenni, az egy életcél lehetett, mert akkor az csodálatos, meghódítjuk a világot, mindenkit. Ma nem hiszem, hogy valaki ebben gyerekkorában olyan nagy fantáziát látna. Ugye ezt csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ha ma meghódítanak egy országot, akkor rögtön a lakosság ellátásával kell foglalkozni. Ettől ez nem egy olyan hadvezéri feladat. Úgyhogy ez is kiment a divatból. A világról való emberkép, a világról való képeink, tehát az, hogy mit gondolunk a vezetőinkről, vannak-e boszorkányok, voltak-e, mit kell velük csinálni. Ezek mind hiedelmek, és mind voltak periódusok, amikor ezek nagyon fontosak voltak a társadalomban, és nagyon sok rosszat vagy jót tettek. Aztán van, hogy ezek kimennek a divatból. Nemrég küldött nekem valaki egy másfél órás videót, amit Amerikában, New Yorkban vettek fel, és arról szól, hogy igaz-e az az állítás, hogy ahogy az emberiség fejlődik, úgy egyre kevésbé van Istenre szüksége. És ez egy vita műsor volt, egy neurobiológus, meg egy szkeptikus úr, akik emellett a koncepció mellett tették le a garast, és volt két másik kicsit gyanúsabb valaki, aki viszont úgy gondolta, hogy nem, hiszen abban élünk, abban a fogalomban élünk, amit Istennek nevezünk, és úgy gondolták, hogy a tudat az maga az Isten, de ez sokkal több, mint amit erről a tudomány tud mondani, tehát ez nem egy egyéni dolog, hanem van egy ilyen nagy világtudat, és abból származik minden. És erről volt egy másfél órás vita, hozzászólásokkal, nagyon jópofa dolog volt, itthon is kellene ilyeneket csinálni. Na, csak zárójelbe, mert múlik az időm, ugye a közösség, amíg volt, teremti meg a személyiséget. Tehát azt, hogy én milyen vagyok, mit gondolnak rólam, ehhez én hogyan viszonylok, akarok-e megfelelni valamilyen közösség elvárásainak, vagy állandóan ellenállok, ki akarok ugrani belőle. Minden hiedelmünk a hűségről, a jóról, a rosszról, a világról, az valamilyen közösségi tevékenység során, mint hiedelem jelenik meg. És azt látjuk, hogy ahogy egyre több ember lett, és az eredeti közösségek tulajdonképpen eltűntek, nyomokban vannak csak meg, nagyon szorosan egymás mellett élő sokmilliós társadalmak keletkeztek, amelyekben ugye a közösségi hiedelem rendszereket, amikről meséltem, hogy azok milyen kicsik, de nagyon masszívan ellenállnak minden behatástól, ha most ezt összenyomják, összeterelnek néhány ezer embert, és ők egy város lesznek, és az egyik ebbe hisz, a másik abba, és ezek a hiedelmek keverednek, és ez egy nagyon hosszú folyamat, amíg ebből valamilyen egészséges, összerendezett hiedelemrendszer alakul ki. Ugye olyan gyors a fejlődés, hogy nem volt elég idő arra, hogy kipróbáljuk, hogy melyik hiedelem felel meg tulajdonképpen a valóságnak, és melyik az, amelyiket nyugodtan el lehet felejteni. Természetesen
mindig van valamilyen gyakorlat. És ez az alap szelektáló tényező. Tehát mindig kiderül valamiről, hogy az úgy nem működik, vagy az úgy nagyon jól működik, és ez az, ami a hiedelmeket megtartja, vagy elveti. Tehát nem a hiedelmek akkor is, ha valamilyen mitikus a valósággal nagyon laza összefüggésben lévő dolgokról szólnak, akkor is a gyakorlatnak a befolyása alatt állnak. Ugye vannak embertársaink, akik hisznek az angyalokba, de még senkit nem segített ki egy angyal, hogy na, hozzon egy pohár vizet. Nem hoz. Tehát a hiedelem megvan, csak jó, hát akkor az angyalka csak ott van. Én emlékszem, én katolikus vagyok, és mikor olyan 8-10 éves voltam, akkor az atyát megkérdeztem, hogy tényleg van-e őrző angyal itt mellettem, mert akkor ugye hát mégis szólnék hozzá, vagy valami. És akkor gondolkodott egy darabig, azt mondta, hogy persze, hogy van. És akkor jó. De hát nem válaszol. Na. Most ugye ugrunk egy nagyot, itt vagyunk a modern világban, ahol a közösségek elsorvadtak. Nincs közös nyelv. Az alatt, hogy nincs közös nyelv alatt, azt értem, ha most itt gyorsan feltérképeznénk, hogy ki miben hisz, akkor rögtön kiderülne, hogy én abba se hiszek, abba se, és viszont nagyon különböző dolgokba hiszünk. Van egy minimális összesítés, de Nem hiszem, hogy az nagyon nagy mértékű. A hiedelmek egyéniek lettek. Ugye azt mondtuk, hogy közös akció, közös konstrukció, közös hiedelmek. Ma nem azt mondjuk a gyereknek, hogy öreg, a mi hiedelmünk, a mi világunk az így és így szól, természetesen ehhez csatlakozz, és ezt hidd el, és így élj te is, hogy ezeket a hiteket tarts meg, hanem azt mondjuk, hogy öreg, a világ nagyon bonyolult, keresd meg azokat, amikben biztos lehetsz. Próbáld kitalálni magad, hogy mik azok a hiedelmek, amelyeket elhiszel. És akkor ezek egyéni hiedelmek lesznek. A gyereknek nem azt mondjuk, hogy a közösségünk szabályait tartsd meg, akkor leszel rendes ember, ha mindent úgy csinálsz, ahogy mi szoktuk. Nem ezt mondjuk. Azt mondjuk, hogy keresd meg azokat a lehetőségeket, amelyek belőled valami érdemes valakit csinálnak. Keresd, találj, és akkor lesz neked jó. És ugye a szociális konstrukciónál meg azt mondjuk, hogy csináld meg magad. Tehát ugye egész mást mondunk a gyereknek, mint egy közösségben élő gyereknek mondhattak a szülei annak idején. Ezért ennek a változásnak az a furcsa fordulata van, hogy az ember úgy viselkedik ma, mintha ő maga lenne egy egyszemélyes csoport. Saját hiedelmei vannak, saját akciói, ő dönti el, hogy mi a jó akció és mi a rossz, és saját magát akarja megcsinálni. Ugye ez a három alap dolog, és kihez hűséges? Saját magához. Ugye a közösségek között is volt kapcsolat, és az nem hűséggel volt jellemezhető. A közösségek közötti kapcsolatban érdekek vannak, és addig vagyunk valamilyen kapcsolatban egy másik, tőlünk távoli közösséggel, amíg az érdekeink úgy kívánják. Tehát ezek meglévő kapcsolatok, nem lebecsülendő kapcsolatok, de hát egészen más, mint egy hűségen alapuló kapcsolat. Úgyhogy az egyéni, egyszemélyes közösségek világa is egy élhető világ, hiszen ebben élünk, és egyáltalán nem állítom, hogy a előző közösségi világ az fantasztikusan jobb vagy kellemesebb volt. Az igazi közösség is bizonyos értelemben egy börtön. Nem lehet akármit gondolni, mert a közösség azt nem viseli el. Hát ez tele van a
tudományos és nem tudományos irodalom, hogy mi vár arra, aki a közösséggel szembe gondolkodik, cselekszik. Nem lehet. Tehát az nem egy olyan világ, amiben olyan kellemes volt élni akkor, ha már az ember úgy gondolkodik, hogy ő azt szeret csinálni, amit ő tart jónak. De ehhez ez a hiedelem kell, hogy bízzak abba, hogy amit én gondolok magamról, az jó, és igen, nekem van igazam, úgy akarok élni, ahogy én akarok, és hagyjanak békén, hát akkor én már légkívül vagyok a közösségen, nekem lehet igazam is, ha jól érzem magam, akkor semmi probléma. A világ ma olyan nagy és gazdag, hogy lehetővé teszi azt, hogy a közösségeken kívül is érjünk, és kisebb súly van azon, hogy vannak-e közös hiedelmek, vannak-e közös konstrukciók. Közös konstrukció ma már az, hogy szavazunk 4 éve egyszer. Már sokat beszéltem, úgyhogy ezen most... egy-két dolgot. Csak ahhoz, hogy lehessen látni, hogy miről van szó. 45-ben elterjedt Pesten, az újságok megírták, hogy gonosz emberek gyerekeket vágnak le, és kolbászt csinálnak belőlük. És ezért a szülők elkezdtek aggódni, hogy amikor megy az iskolába a gyerek, akkor elkapják, és kolbász lesz belőle, és körülbelül 2 hónapig minden gyereket a szülei kísértek az iskolába, egész Pesten, engem is. Nagyon nehéz volt megszervezni, hogy valaki otthon legyen reggel, meg értem tudjon jönni, és akkor a különböző szülők egymással egyezkedtek, hogy ki hozza haza a gyerekeket, ki viszi el. Az egész város elhitte ezt a baromságot. Ugye 2 hónapig tartott, nagyon munkaigényes, nagyon fárasztó volt, aztán is szép lassan nem kerültek elő, se a kolbász, se a csinálók, és akkor kimúlt a dolog. De el lehet hitetni 1946-ban, el lehet hitetni egy milliós fővárossal, hogy eszik a gyerekeit. Azért gondoljanak bele, hogy ez mit jelent. Hihetetlenül érzékenyek vagyunk dolgokra, és el lehet velünk hitetni sok mindent. Még egyet mondok, a bálna utazása az nagyon jó pofa dolog volt, az talán a 60-as években volt, hogy egy amerikai cég egy döglött bálnát formalinba tárolva egy hatalmas kamionba hurcolt faluról falura, és szerény belépett, díjjel meg lehetett nézni. És hát nagy volt a bálna, és mindenki megnézte, tényleg olyan nagy. És egy darabig ez ment, aztán egyszer csak elkezdett terjedni az a hiedelem, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ezek azért jönnek, hogy mi megnézhessük a bálnát, egy fenét. Ez a CIA-nak a munkája, azt akarják kipróbálni, hogy melyik magyarországi úton fér el egy akkora kamion, amiben a bálna van, mert amikor majd bejönnek, akkor ezt nekik tudni kell. Ez is tartott egy darabig, aztán nem jöttek, nem folytatódott. Csak egy provokatív dolgot. Ingyenes egészségügyi ellátás. Ez az a hiedelem, amit a politika állandóan sugall, és azt akarja mondani, hogy a nyírségben egy egyedülélő tanyán, egyedülélő öreg néni is ugyanolyan ingyenes és magas színvonalú ellátásban részesül, mint Pesten egy akadémikus. Mert ez jár neki. És akkor nyilván meg is kapja. Ha valaki is elhiszi, akkor majd szóljon. Na, GM növények. Könyörgöm. Több ezer éve változtatjuk a növénynek genetikai szerkezetét. Tudjuk, csak lassú. Most végre kitalálták, hogyan lehet gyorsabban. Rögtön akadt valaki, aki azt mondta, hogy ez rendkívül káros, tönkreteszi az emberi és az állati szervezetet. Írjuk be az alkotmányba, hogy itt nem lehet. Beírtuk. Jaj, de jó. Volt egy hazánk fia Angliába,
aki egy laboratóriumban vizsgálta azt, hogy a nyers krumpli és a patkányok egészsége között milyen kapcsolat van. A nyers krumpliban van egy szolánium nevű vegyület, amit ha nyersen eszük a krumplit, hascsikarást okoz. Ha megfőzzük, akkor percek alatt elbomlik. Ő nyers krumplival ezette a patkányokat, biztosra ment, és a 6 patkányból 3-nak tényleg mindenféle alhasi problémája támadt, és amikor ez kiderült, akkor nem azt mondta, hogy hát egy kísérlet, nem kísérlet, ha 6-tal megcsináltam, akkor mostan 60-nal is megcsinálom, és akkor leközlöm egy folyiratba, hanem elrohant egy televízióba, és elmondta, hogy ezek a genetikailag módosított burgonyák, ezek tönkre teszik az állati szervezetet, itt a 6 patkányból 3 a kontroll, és a másik 3, amelyiknek baja van. Őrült botrány lett belőle, azért, mert akkor volt a kergemarha kórral kapcsolatos történések, ha emlékeznek rá, ugye a kergemarha kór az nem egy baktérium, nem egy vírus, hanem egy fehérjének a konformáció változása, ami ha előfordul, akkor egy szervezeten belül gyorsan terjed. És ezt úgy lehetett megelőzni annak idején, hogy 140 fokra kellett hevíteni azokat a fehérjéket, amelyeket más állatokkal etettek. Ugye elképzelni nem tudják, hogy mi mindent etetnek az állatokkal. Mondjuk a csirkékkel, ez az egyik kedvencem, a csirke, hogy is mondjam, magyarul. Szóval a csirke szar 60% fehérjét tartalmaz, ezért ezt folyamatosan visszatáplálják. És az, amikor úgy kijön róla egy-egy generáció, azt tesszük meg. Na most a 140 fokon hevítették ezeket az állati termékeket, amiket megetetnek más állatokkal. Aztán valaki Angliában kitalálta, hogy micsoda hülyeség. Hát tudjuk, hogy 105 fokon is a baktériumok meghalnak, fölösleges annyi energiát kidobni, 105 fokra fogjuk csak melegíteni. És teljesen igaza volt, a vírusok, baktériumok elpusztulnak. Csak az a fehérje, amelyik a kergemarhakort okozza, az nem, az csak 140 fokon, és ez a technikai tévedés vezetett aztán a emberben is megjelenő Jacobson-kór kialakulásához, őrült botrány volt, és ennek a világába robbant be a 6 patkány, amit a Monsanto szörnyetegei genetikailag módosított krumplival etetnek, ugyan rendes helyen megfőzik, de azok nyersen edték, és természetes, hogy fájt a hasuk tőle, és ebből is egy hatalmas botrány keletkezett. Az Egyesült Államok elnöke és a brit miniszterelnök fölkérte az Angol Tudományos Akadémiát, hogy mondja meg, hogy 6 patkánnyal lehet-e bizonyító kísérletet végezni. És akkor ugye hosszas egyezkedés után az akadémia erre kijelölt bizottsága azt mondta, hogy hát szerintük nem, hogy még legalább 40-et vagy 50-et kéne venni, de hát már nem nagyon hitték el neki. Úgyhogy ez a hiedelem dolog, ez nagyon bonyolult. Na, rossz helyen nyomkodok. Ez volt már. A modern korban jelent meg a tudomány. Tudomány is egy hiedelemrendszer, pláne a bölcsészet az aztán abszolút. De a természettudomány az egy korlátozott, minimalizált hiedelemrendszer. Van egy elmélet, egy modell, ami egy hiedelem, és ez összefügg a gyakorlattal. És a természettudomány állandó tevékenysége, hogy ezt a modelleket, az elméletet, a hiedelmet a gyakorlattal ellenőrizze, és azt fogadja el, mindig a legutolsót fogadja el, ami megfelel a gyakorlatnak. Ezelőtt, nem tudom én, 50 évvel vagy 100 évvel valaki mondott valamilyen tudományos elméletet,
azt csak akkor fogadjuk el érvényesnek, ha a gyakorlattal újra és újra bizonyítani lehet. Arisztotelész ugyanolyan nagy filozófus, mint volt a maga korában, mert az ő hiedelmei nem természettudományos hiedelmek. Tehát rá nem vonatkozik ez a gyakorlati bizonyság, és az, hogy azt gondolt, hogy a légynek négy lába van, ezt megbocsátjuk neki, mert rosszul számolt. Semmi probléma. De a természettudományokban ez egy nagyon fontos elf, hogy mindig a legutolsó hiedelmet fogadjuk el érvényesnek. Ha az ember vesz részdrótot és gyorsan forgatja egy mágnes pofái között, és a két végét összeérinti, akkor szikrázik. Ugye ez egy jelenség. A hiedelem lehet az, hogy a mágneses tér az elektronokat ottan befolyásolja, és azok átfolynak a dróton, és ott ki akarnak jönni, és amikor összeérintem, akkor a kicsurgó elektronok miatt szikrázik a... De mondhatom azt is, hogy kis pillangók vannak ott, ilyen kis tündérpillangók, tüzesek, és a mágneses teret nagyon utálják, és amikor forgatom azt a drótot, akkor ott ki akarnak belőle lerepülni, mert hát ez természetes, senki sem szeret pörögni egy mágneses térben. Ez mind a kettő jó elmélet. A kérdés az, hogy további kísérleteket végzek, további bizonyítékokat szerzek, akkor úgy szép lassan kiderül, hogy jobban tudom bizonyítani azt, hogy ott elektronok vannak, mint azt, hogy kis tündérkék. Tehát a lényeg ennek a dolognak, hogy a tudományos elmélet meséje az érdektelen. A bizonyítása érdekes. Ha a bizonyítás annyit jelent, hogy meg tudom ismételni a mese által diktált körülmények mellett a jelenséget. Ebből ég a villany, ebből megy az autó, ebből robban a bomba. Meg tudom ismételni. Csak ez a kritérium. És ha a hiedelmekre gondolnak, ugye valóság, gondolat, elmesélem, mi az, ami ebből a valósággal kapcsolatban maradt, az, amit meg lehet ismételni, ami ott van, ahol mondtam, ami olyan ízű, olyan színű, olyan formájú, és hát az alkímia óta ugye a kísérlet az, amivel ezt állandóan ellenőrizzük. Mindjárt vége van, legyenek türelmesek. Ez csak egy olyan kép, hogy mindenhol hiedelmek vannak. Akár egyházak, szakszervezetek, pártok, vállalatok, média, tudomány, egyetem, színház, mindenhol hiedelmek vannak, és ezek forronganak, és találkoznak, és megsemmisítik egymást, vagy bővítik egymást, kapcsolódnak. Egy ilyen világban élünk. Ezek az én hiedelmeim leírva. Köszönöm szépen!